nagy családba puttyantunk ide az egészen, és valahogy megvan mindenkinek a helye itten, megvan, hogy mit csináljon. Megismerkedtünk, összefortunk. A tanárok is nagyon jók, szeretem itten, főleg, hogy faluról is idejöttem, és valahogy úgy éreztem, hogy hamarabb bele tudok ide szokni, és megszoktam hamar. Az első napokban ültem a padba és sírtam, mert nagyon távol vagyok otthonról, és csak vakációban járok haza, de megkaptam szinte azt, amit otthon van, és nagyon közös, nagyon szoros kapcsolatok vannak itt, és megvan minden, ami nekem szükség volt. Hát megvan a mindennapi program, suli, főleg mi bent lakok vagyunk, délután szilencium, meg közben szabad programok is vannak, az igaz, hogy nem hosszú ez az idő, de ígérünk, szóval megpróbálunk beleférkőzni. És rengeteg közös program van, tevékenység, amikben mindenki ott van, és ez az, ami úgy egybe összefogja a kollégiumot, és mindenki ismer majdnem mindenkit nagyon jól, és megvan ez a jó hangulat. A Kolozsvári Unitárius Kollégium valamivel korábban létesült, mint maga az unitárius egyház. Tehát 1557-től mondjuk 68-ig egyfajta előkészülő intézménye volt a reformáció gondolatainak. És nem véletlen az sem, hogy Dávid Ferenc éppen, mint ennek az iskolának az első igazgatója, itt kezdte pályáját, és fontosnak tartotta végig, mondhatnám a haláláig a kollégiumi nevelést. 1948-ban szüntették be ebben az épületben történő oktatást, és szinte ugye 5 évtizednyi szünet után 93-ban sikerült az egyházunknak újraindítani a kolozsvári kollégiumát és a székelykeresztúri unitárius kollégiumot. Azóta 10 év telt el, 10 év építkezés, 10 év alapkő, csiszolgatás, hiszen évszázados múltra visszatekintve nem kellett alapkövet letenni, csak letisztogatni és megtakarítani azt, amit beszennyeztek, amit eltakarni próbáltak. A csirát, a magot azt nem tudták elérni, és hál' Istennek szárba szökkent. A másik nagyon fontos dolog, ami ugyancsak az unitárizmus lényegéből következik, hogy a hit és a tudás teljes egységben van. Tehát az értelem sohasem mondhat ellene a hitnek, vagy a hit az értelemnek. Ha van egy ilyen ellentmondás, akkor meg kell vizsgálni, hol van a baj. És ennek az egységnek a jegyében nem az se véletlen, hogy az unitárius kollégium homlokzatára írta, mint eszményként fölvállalta a muzsák és erények eszmeiségét. Ez egyben azt is jelenti, amit másképpen a vallás mond, hogy a hit és értelem csak együtt szabad érvényesüljön egy ember lelki életében. Nagy kihívás és felelősség is számomra vezetni ezt a kollégiumot, mert Erdély egyik legősibb és leghíresebb iskolájáról van szó, amely folytonosan működött egészen az államosításig, és akkor utána több mint 44 éves szünet után ugye újból pályájára állhatott, és újból visszanyerni a közoktatásban azt a helyet, amit mindig is megillettett ez az unitárius kollégium, ugye elfoglalni a közoktatásban azt a helyet, amit megérdemel. Ez egy nagyon fontos cél és feladatunk, úgyhogy behozni azt a több mint 44 éves szünetet, kényszerszünetet nem olyan egyszerű, és azért sem, mert ezekben az időkben ugye tudatosan próbálták kitörölni az egyházi oktatás fontosságát az emberi tudatból. Az iskola 7 osztályon működik jelenleg, 2 párhuzamos osztály van a 9-10. Osztályban, 11-12 még csak egy-egy osztályunk van. 147 diákja van, és 25 tanárral működik. Mondjuk reggel 7-kor vagy 8-kor kezdődik, úgy tanítás zajlik egészen 3 óráig, és 3 órakor pedig hazamegyünk, és délután, ha van valamilyen tevékenység, kórus vagy cipa, ami az iskolánk újsága, van gyűlés, megbeszéljük a
mit is teszünk a következő számban, vagy valamilyen tevékenység közben, akkor felhívunk délután is. Vannak opcionális tantárgyaink, ilyen a társasági táncok, a néptánc csoportja az iskolának, a szamóca, a beszédkultúra, furulja a gitár. Ki mit választ? Vallást tanulunk. 9. van a Biblia ismeret, 10. egyháztörténelem, 11. etika, és 12. pedig egy ilyen átfogja a 3 éves anyagot. Mi a reál csoportban a reál tantárgyra fektetjük a hangsúlyt. Több házi feladatot adnak, ilyen sem egy földrajz, biológia, történelem kevesebbet kapunk, de ezekben a tantárgyakban van mindenféleben egy-egy házi dolgozatuk, amelyeket el kell készíteni. A házi feladat attól is függ, hogy mennyit adnak, hogy ha például fél évre készülünk, akkor többet adnak, hogy többet készüljünk, ismételjünk még az anyagból. Általában a reál tantárgyakat azért elég keményen követelik. Azért jöttünk rá arra. Úgy érzem, hogy jó úton járunk, és most már ez a 10. évi működésünk az újból indult kollégiumon. Úgyhogy az eredmények biztatóak, és ez erőt ad nekünk a további munkára. Tehát csodálatos eredmények vannak. Őt most nem csak a puszta tudományos, meg általános műveltség átadására gondolok, hanem a lelki vallásos erkölcsi nevelésre gondolok, és a gyermekek, amikor innen kimennek, olyan, mintha egy varázskapun mentek volna át, a 4 év alatt csodálatos eredményeket érünk el velük. A diák korlátok nélkül, illetve kizárólag egy ilyen belső fegyelem által él, és nem szabályozza őt külső kényszer. Fontos ez a fajta belső szabadság, amit a gyerekek önmaguknak megalkotnak, és ennek a belső tiszteletnek köszönhetően értékelik is egymást, és élnek is együtt egy közösségben. A szabad elvűség másik megközelítése számunkra a gondolkodásra való nyitottság, a gondolkozni próbálás, illetve a tudás szomi, amit talán a 10 évesek ebben az időben kellene a legintenzívebben megtapasztaljanak. A tanár azt keresi, hogy a diáknak mikor csillan fel a szeme valamin az óra folyamán. A diák pedig akkor fogadja igazából élménynek a tantárgyat, az órát, hogyha valami személyes élményt lát benne, egy személyes rálátása van, szereti ezt, meg tud szólalni, ki tudja fejezni, hozzáolvas, keres valamit, amit úgy érzi, hogy ki tudja szélesíteni ezt az ismeretét.